Két helyen is párakapu frissíti fel a járókelőket Nyíregyházán. Az önkormányzat évek óta nagy figyelmet fordít arra, hogy a melegben hűsítő permethez juthassanak a lakosok. A Városüzemeltető Társaság állította fel a szerkezeteket, amelyek reggel 9-től este 9 óráig működnek. Fenntartási, üzemeltetési költségük alacsony, hiszen nagyon kevés a vízfogyasztása a párakapuknak. A Nyírvévi azonban nem csak ezeket, hanem több ivó és szökőkutat is üzemeltet. Az éves költség meghaladja a 10 millió forintot. A Nyírvévi összesen a városban 396 közkifolyót, 34 ivókutat és 9 szökőkutat üzemeltet. Az idei évben két jelentős vizes fejlesztésünk volt, illetve lesz. A bújtosító városcentrum felüli túrészletén a kollégák felszereltek egy szellőztető szivattyút, ami olyan, mint egy kisebb szökőkút, de természetesen nem a látvány a célja, mint inkább az, hogy megőrizzük a víz minőségét és a víz élővilágát, illetve három zöld felületi részen, az Rinyilona utcán, a Szabadság téren és az Északi körúton kiépítünk egy öntözőberendezést, ami azt jelenti, hogy már több mint 2 tucat olyan zöld felületi része van a városnak, ahol öntözőberendezéssel tudjuk a zöld felületeket locsolni. A nyíregyházi szökőkutak többsége automata vegyszeradagolós, így nem tanácsos a kutakban fürdeni, hiszen a fertőtlenítéshez különféle vegyszereket, például algaölőszereket és klort is alkalmaznak. Ezeken kívül a szökőkutakba gyakran kerülhet állati ürülék, szemét, por és cigarettacsik is, ezért a fertőzés veszély, az esetleges bőrirritáció, illetve a csúszás veszély miatt sem ajánlott a szökőkutak medencéjébe menni. A bújtosi tavon található úszó szökőkút minden óra első 10 percében működik, összesen 120 percet csobog naponta, és szépsége mellett a túvizének oxigén ellátottságát is javítja, ami jótékony hatással van a víz élővilágára.